Sziasztok. A mai alkalommal a számok és a szövegek után a logikai adatípusokkal, adatípussal fogunk megismerkedni. Röviden ezt az adatípust bool nevezzük, és alapvetően két értéket vehet fel, igaz vagy hamis értéket tudunk eltárolni, máshogyan true vagy false értéket tárolhatunk benne. Nézzük meg, hogy hogyan lehet ezeket az értékeket egy változóba tölteni. Az első példánk ö, egy egyszerű true változó ö, érték felvétele lesz. Ami nagyon fontos, hogy a true szöveget mindig nagybetűvel kell írnunk. Ezután nézzük meg, hogy a true érték milyen változó típus a Python rendszerében. Írassuk ki a print függvényel, ugye a type függvénynek hátadjuk a változónkat, ki tudjuk iratni a típusát, és látható, hogy a bool osztályból származik. És amit már említettem, de nagyon fontos, hogy nagy T betűvel kell írni azt, hogy true, mert más esetekben hibaüzenetet kapunk, erre mindig figyeljünk oda. Jó? Rendben van. Az igaz érték mellett, most nézzük meg a hamis értékek eltávolását, Ugye ez lesz a not true változónk, és false értékkel fogjuk feltölteni. És ha megnézzük, kiíratjuk ennek is a típusát, ö, láthatjuk, hogy ez is bizony a bool osztályból származik. Tehát ezt a két értéket tudja fölvenni egy bool típusú változó. De ö, ugye azt is írhatnánk, hogy ö, egy ö, adott feltételt értékeljen ki a Python rendszere, és azt tároljuk el, mert ha azt írjuk, hogy kettő ugye nagyobb mint 5, az nem lesz igaz. Tehát, hogyha megnézzük az értékét, tehát nem a típusát, hanem az értékét a változónknak, akkor látható, hogy a kiértékelés eredménye az lesz, hogy force a változónknak az értéke, hiszen a kettő, az az állítás, hogy a kettő nagyobb, mint az öt, az nem igaz. Oké. Okay. De mi is a true és a false Ö, ö, szöveg mögöttes érték. Hogyan reprezentálják ezt az egyes programozási nyelvekbe? Ezzel nézzük meg, hogy az alapvető műveletekkel milyen eredményt ad. Tehát legyen egy rizált változónk, ami legyen egyenlő a true plusz az egy értéken, és ha ezt kiíratom, akkor látható, hogy 2 lett az eredmény, tehát egy igaz érték plusz egy szám, hogy 1. Kettőt az, ebből ki tudom következtetni, hogy a true számértéke az 1-es. Ebbe a példába. Mi van, hogyha hamis értékez adok hozzá egyet? Akkor az eredményem pedig az, hogy 1. Tehát a false értéke 0, ahogyan ábrázolják. De ha összeadás helyett szorzással nézzük meg, akkor még szembetűnőbb az eredmény, hiszen 0 szor 1 az 0 lesz. Ha pedig ugye true ö, szorzok meg egy számot, mondjuk 75, akkor látható, hogy 1 x 75 az 75. Tehát alapvetően a true és a false szöveg legbelül a 0 és az egyes értékel van ábrázolva. Ismerkedjünk meg a nagyobb operátorral. Ugye tipikusan a logikai értékeket valamilyen operátor kiértékelése után használjuk föl valamilyen vezérlési szerkezetben. Na nézzük is meg a, tehát az első ilyen bool változónkat, aminek a neve legyen az, hogy máj bool, és legyen egyenlő azzal, hogy 6, ugye 6 nagyobb, mint 3. És ha kiírjuk ugye a májból változónkat, akkor igaz értéket kapunk, ugye ez hasonló az eredeti példánkhoz. Természetesen a nagyobb jel helyett ugye, írhatjuk a kisebb jelet is, és ekkor pedig ugye a 6 kisebb, mint 3-as, állításunk nem lesz igaz, force értéket kapunk. Az informatikában, a számítástechnikában nagyon fontos dolog, hogy különféle dolgokat, értékeket össze tudjunk hasonlítani. Mikor hasonló két érték? Nézzünk meg erre is egy példát, hogy ez hogyan működik a python -ba. Írjuk le most a, azt a változónkat, hogy 7, és töltjük bele a 7-es értéket. Ezután legyen az a ö, állításunk, amelynek a kiértékelését a májból változóban tároljuk el, hogy a 7 egyenlő 6-tal. És írjuk ki az értéket. Ja, természetesen hamis eredményt kapunk, mert a 7 nem egyenlő a 6-tal. És most láthatjuk azt is, hogy az egyenlőséget, azt nem az egyenlőség jellel, hanem dupla egyenlőség jellel ellenőrizzük. Hiszen a Pythonban az egyenlőség jellel értéket adunk egy változónak, de amikor két változónak az értékét hasonlítom össze, dupla egyenlőség jelet kell írnunk. Ezt ne felejtsük el. Ugye ö, nem csak számokat lehet összehasonlítani, hanem természetesen szövegeket is lehet a Pythonban a dupla egyenlőség jel segítségével összehasonlítani. Nézzünk meg erre egy egyszerű példát, ugye legyen egy text nevű változónk, töltsük bele a nagyon kreatív alma szöveget, majd ugye hasonlítjuk össze a text változó értékét a kövte stringgel. lefuttatjuk, false értéket kapunk. De ha az almát ugye nem költével, hanem almával hasonlítjuk össze, akkor látható, hogy az eredmény true lesz, tehát igaz lesz a kiértékelés eredménye. Az egyenlőség ellenőrzéseinek az ellentetjét is le tudjuk ellenőrizni, tehát a nem egyenlőségnek is van egy műveleti jele, ez a felkiáltó jel és egy egyenlőség jellel írható le. Tehát, hogyha azt mondom, hogy ugye a szövegnél maradva, hogy nem egyenlő az alma az almával, akkor hamis után, az előző igazérték érték után hamisat kapok, de ha azt írom vissza, hogy körte, akkor bizony most kapok, ugye a tagadás miatt true értéket. Ezt természetesen ö, számokkal is meg tudjuk tenni, hogy my búr ugye értéke legyen egyenlő, hogy 6 nem egyenlő tízzel. És ezt lefutatom ez valóban ugye egy igaz eredményt ad, hiszen ez az állítás, ez igaz. A valódi világunkban ö, már megszokhattuk azt, hogy nem minden fekete fehér. Viszont a számítógépek világában sajnos az a helyzet, hogy minden fekete-fehér, azaz szeretnek egy határozott állapotot meghatározni az alkalmazások. Ezért most nézzük meg, hogy a Pythonban mit tekintünk még false értéknek, és mit tekintünk még true értéknek. Hogy miről beszélek ezt a következő példában, majd világosan látjuk. Írjuk le azt, hogy a my value változónk legyen egyenlő 45-től. 45-tel, azaz egy egész számmal. Ugye? És vizsgáljuk meg azt, hogy ez milyen logikai értéket reprezentál. Ezt egy if vezérési struktúrával tudjuk ellenőrizni, erről majd a következő videóban lesz részletesen szó. Tehát if, my value, és ezt a sort lezárjuk egy ö, ö, kettős ponttal, mert ez egy fejsort lesz, és ha ez az érték ö, igaz, akkor kiírjuk a print hogy igaz, ha pedig hamis, akkor pedig ö, kiírjuk azt, hogy false. Jó. Ha lefuttatjuk a kódot, láthatjuk, hogy igaz értéket kaptunk. Tehát a 45-ös szám az túlna feleltethető meg egy if szerkezeten belül. Ha ezt kicseréljük nullára, akkor láthatom, hogy false értéket kapok, tehát ahogyan tapasztaltuk a nulla, az hamis értéknek feleltethető meg. Az egyes, az pedig igaznak. Mi van szövegeknél? Szövegeknél az üres string az ugyancsak hamis értéket, míg ha a stringnek bármilyen értéke van, az igaznak feleltethető meg. És akkor mi nézzük meg, mert már vettük a nán értéket, Ugye logikus az, hogy a az force értéknek feleltethető meg. Az üres listák is, ezekről sem volt még szó, ezek is force értéknek értéket adnak egy if szerkezeten belül. Jó, ezek után nézzük meg az és, vagy és kizáró vagy műveleteket, így a logikai adatípusokkal kapcsolatosan. Ehhez általában két logikai bool változót kell létrehozni, lesz egy bool egy változónk, aminek az értéke true lesz, lesz egy bool 2 változónk, aminek az értéke true lesz, és lesz egy eredmény változónk, amiben ugyancsak egy bool érték fog kerülni, tehát egy true vagy false érték, de ugye azt nézzük meg, hogy a bool egy és kettő ö, változó, kiértékelve milyen eredményt ad, ugye printer kiírjuk az result változónak az értelm, értékét, és látható, hogy true az eredmény. Tehát két true érték és kapcsolatban igaz értéket ad. Ha az egyiket átírom forszal, akkor hamis értéket kapunk. Tehát és esetén csak akkor kapunk igaz értéket, ha mind a két oldalon igaz érték áll. Jó. Most nézzük meg a vagy operátort, az end helyére beírom azt, hogy or, és futtassuk le, itt látható, hogy azonnal igaz lett az érték, true értéket vett ö, ö, föl. Ha viszont átírom a true-t false tehát mind a kettő hamis, akkor hamis értéket kapok. Viszont bármelyiket, a visszaírom true-ra, akkor igazad. Tehát vagy esetén, ha az egyik oldalon igaz érték áll, akkor a kifejezés értéke is igaz lesz. Zárásként pedig nézzük meg a negálást, a tagadást. Erre egy egyszerű példát írjunk föl. Ennek az igazság táblája jóval egyszerűbb, hiszen amit állítunk, azt tagadjuk igazból, lesz hamis, hamisból lesz igaz. Tehát az eredményben, hogyha beírjuk azt, hogy beírjuk például azt a példát, hogy not, tehát not 9 nagyobb, mint 3, és kiírjuk az eredményt, akkor hamis értéket kapunk, mert bár az igaz, hogy a 9 nagyobb, mint a 3, ez egy igaz érték, de ezt tagadom a not kúj szóval, ezért hamisat kapok. Ha viszont azt mondom, hogy a 2 nagyobb, mint a 3, és futtatom, akkor meg igaz értéket kapok, mert az állításom hamis, de ezt, ezt, az állítást tagadom. És hát végére érkezünk lassan a videónknak, de biztosan hallottátok már azt, hogy almát Nalancsal hasonlítunk össze. Mi már csináltunk olyat, hogy almát körtével, de nem erről van itt szó. Nézzük meg ennek a python való megfelelő ö, példáját. Tehát mondjuk azt, hogy a bool egy változónknak az értéke azt a kifejezés, ö, 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 Annak a kifejezésnek a kiértékelése szerepjen, ahol az, szerepül, az szerepel, hogy egy egész szám, az egyes, az nagyobb, mint a narancs szöveg. Ha beírom azt, hogy búl egy a printbe, és lefuttatom, hibát kapok. Tehát azt nem tudja kiértékelni a Python, hogy az egyes szám ö, az nagyobb be, mint a narancs szöveg. Ezt nem értelmezzük. Ezt nem lehet értelmezni. Jó. Ezzel nagyjából áttekintettük a legfontosabb ö, műveleteket a, a logikai változókkal, még egy utolsó ö, ö, témánk maradt, az, hogy miért nevezik ezt Bull változónak. Ugyanis George Bool, angol matematikus, filozófus az, aki megteremtette a Boole algebrát, amely segítségével a mai modern informatika legfontosabb alapkövét tette le, ezért nem állt, hogyha egy picikét mi is megismerkedünk ezzel. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, és találkozunk legközelebb is.